A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez a kezdőkör a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora. Mai vendégeink, akikkel átbeszéljük a kiszemelt témákat. Ezek a témák ugye rendre heti, vagy akár napi aktualitások. Szóval nagy örömömre itt van velünk ismét Kaiser Tamás, a műsor alapítója, jó estét, ötletgazdája és korábbi műsorvezetője. Én már a sportál.hu szerkesztője, Farkas Szilárd kollégám a Fehérvár Média Centrum. Örülök, hogy Kajzi mellett ülhetek is. Majdnem. Elég jó esély mutatkozik egy ilyen leosztásban, hogy Kajzi elég kerül. Illetve Mátai Balázs kollégánk, aki az fmc.hu-ra ír, illetve a Média 24 tartalmat gyártja, szintén alapvetően sport témákban. Mondom, hogy ez egy háttérműsor, ahol általában akár néhány napos vagy a hétvégéhez kapcsolódó eseményeket, történéseket szoktunk kibeszélni, átbeszélni, de van olyan, hogy akár hírműsorként is funkcionálhatunk, hiszen szinte friss hír most, amikor felveszünk az adást még mindenképpen, de amikor adásba kerül, akkor sem nevezhető még kifutott témának, hogy igazolt a Fehérvár FC. Nyilván amúgy is a Vidivel szerettem volna kezdeni ezt az adást, mert hát mi sem tudjuk kivonni magunkat az általános trendek alól, hogy a futball mindig és mindenek előtt és felett, főleg hogy most elkezdődött a tavaszi szezon. Szóval a legfrissebb hír az, hogy szlovén válogatott 21 éves tehetséget igazolt a MOL. MOL Fehérvár? Ennyire az, ennél azért frissebb az adás, bocsánat. A régi beidegződése. Igen, pedig hát ez sem tartott olyan sokáig. Így van, a videótom. Szóval Nejc Gradišar személyében, akinek majd a nevét biztos pontosan megtanuljuk kiejteni, egy szlovén fiatal ember érkezett, aki most nem is feltétlenül azt gondolom, hogy személyében érdekes, hanem inkább akkor beszélhetünk arról a tendenciáról, hogy mégsem gazdátlan a Vidi, mégis vannak elképzelések a jövőt illetően. Lehet beszélni megint, hogy ki hozza meg a személyi döntéseket, ki választ játékost, milyen szempontok alapján. Az biztos, hogy egy fiatal játékosról van szó, és figyelembe véve, hogy itt például az zalaegerszegi bajnoki rajton is milyen, főleg a végére milyen elképesztő fiatal átlag életkorú csapat volt, talán mondhatjuk, hogy egy ilyen irányvonal látszik kirajzolódni, még ha egy légiós szerződése nem is ugyanaz a kategória, mint egy magyar fiatal játszatása, hogy talán hosszabb távra, talán üzletileg valamilyen módon látható koncepció mentén próbálja a Vidi alakítani a jövőt. A kérdés nyilván az, hogy a pályán ez majd szakmailag mit eredményez. Egyelőre erről a srácról tényleg csak annyit tudunk, hogy már a szlovén válogatottban is lőtt egy gólt, de eddig mindig csak hazájába játszott. Így figyelembe véve ezt a tavaszi rajtot, ami ugye egy vereség volt, egy erősen felforgatott és a végén rettentő fiatal csapattal, meg ezeket az igazolásokat, meg amit láttunk, hogy elmentek, jöttek, és akkor majd beszélünk nyilván Sigér Dávidról is. Mennyire látjátok a valóban működőképes koncepciót és valami reménykeltő tervezést a Vidinél? Hát, hogy mennyire reménykeltő, azt majd meglátjuk néhány forduló múlva. Én azt gondolom, hogy ahogy az ősszel, most is el kell teljen egy 4-5 kör ahhoz, hogy tisztán lássuk azt, hogy ez a csapat hogy fog összeállni az újakkal. Össze pont 4-5 kör után nem láttuk tisztán, mert addig még, volt borzasztó. Még nem, de aztán utólag tudjuk, hogy utána kezdett el ugye Kalmár és Tóth Balázs beépítésével egy kicsit összeállni a történet, meg a háromvédős átállás miatt, meg minden miatt még. Meg Flores. Flores, igen. Tehát, és ő az, aki szerintem a leginkább hiányzott szombaton ebből a csapatból, hogy nem volt meg az a stabilitás a középpályán, ami az ősszel nagyon-nagyon sokat segített az előrejátékban és a védekezésben is. És egyébként nagyon érdekes volt, hogy én akikkel beszéltem, és amikor kiderült, hogy Flores elmegy, meg hogy Kodró is, akkor még csak lehet, hogy elmegy szinten volt, meg hogy Kalmár ugye hosszú távra kiesett, akkor a három közül mindenki Florest mondta, hogy ő az, aki majd a legjobban fog hiányozni. És hát, szerintem ez most látszott is szombaton, nyilván egy meccs, a szezon első meccse az sosem könnyű, meg az nem fest feltétlenül mindig olyan képet, ami valós.
De hát például pont Sigér, ha nem is egy az egyben ugyanazt a szerepet tudja majd betölteni, mint Flores, de egy stabilitást hozhat a középpályára, igen, még nem is 90 percen keresztül. Rutinos magyar ismeri a mezőnyt, nem kell neki elmagyarázni, hogy ki kivel van, ki kicsoda, tehát ő akár holnap már játszhat a Kisvárda elleni hétközi fordulóban. Nem jött jól a Vidinek ez a hétközi forduló, nyilvánvaló, hiszen egy vereségből és csomó fiatallal felállva kell belemenni egy kieső helyen álló csapat elleni meccsbe, amely szintén igazolt, szintén otthon játszik most ráadásul sokat, a Vidi meg sokat idegenben. De hogyha lehet pontokat gyűjteni a buszozással, mint a repülővel, akkor most jó sokat gyűjtenek, mert biztosan... Zalaegerszegtől Kisvárdáig 5 nap alatt bejárni az országot azért az igen, nem kis. Ez egész biztos. Szóval visszatérve a reményekre, szerintem 4-5 forduló, ha eltelt, akkor utána már azért látjuk, hogy az új fiúk is hogy illeszkedtek be. Egy biztos, hogy Gradisára visszatérve, 21 éves, fiatal, első válogatottságán rögtön gólt szerzett, győztes gólt az Egyesült Államok ellen, közel 190 centi, vagy talán el is éri a 190 centi, tehát magas. Tehát én olyan kodróképet látok kirajzolódni egyébként személyében, mert az, hogy a tök kieső helyezett Rogaška Slatina csapatában az NB1-ben, a szlovén NB1-ben, tök utolsó a csapat, összesen 15 gólt szereztek ősszel, és abban 8-at egyedül ez a srác. Tehát nekem lehet mutogatni videókat bármilyen játékosokról, hogy hű de jó, meg mekkora gólokat rúgott, de ezzel a számok nem hazudnak. Egy szlovén első osztályban rúgni 15 gólból 8-at egy csapaton belül, az azért mutat valamit. Tehát azt véletlenül nem a szél hordta össze, meg nyilván az első válogatott meccs per első győztes gól sem. Azt is mutathatja, hogy más épkézláb csatáruk egyébként nem nagyon igen, volt valószínűleg. Na de hát ő legalább van, és az egy épkézláb csatár sikerült a Vidinek leigazolni. Ez más kérdés, hogy a srác már napok óta tudott, hogy itt van, tegnap már fotózták, meg megvolt minden, csak valamiért ma a reggelig húzódott a bejelentés, egy apróbb dolgon papírozgattak még, ahogy én tudom, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ő is valószínűleg gyorsan beilleszthető lesz, hiszen ő a pozíciójából adódólag jobblábas, de szeret bal oldalon, bal szélsőt játszani jobblábasként, tehát ez érdekes lesz majd, illetve centert, tehát használható két poszton is. A lényeg az, hogy jól idomul a kapu előtt, jó gólerős játékos, és nyilván, hogyha összeszokik majd a társakkal elől, és hátulról is megkapja megfelelő támogatást, mondjuk Sigértől és a többiektől, akkor én szerintem ez a Vidi meg tudja tartani ezt a harmadik helyet, mert sokan mindig ezen vannak, hú, most maradhat-e a Vidi a harmadik? Szerintem nem élethalál kérdése, hogy ez a Vidi maradjon a harmadik, mert lehet, hogy csak ötödik lesz, és akkor mi van, akkor is sokkal jobban ott van előtte, előrébb van, mint sokan ugye a szezon előtt, meg már a szezon első harmadában itt sokszor vitatkoztunk, hogy milyen erős a keret, és ugye Horog Laci mondta, hogy hát ez jó 8-9 hely, ugye én mondtam optimistán, hogy hát azért az ötödik, hatodik is meg lehet, szóval ment itt a sok... Amióta kibékültek Zselákkal már optimistán vagy, mert neki te voltál a fő kritikusa. Még most is azt mondom, hogy nem ő volt ennek a feltámadásnak a fő kulcsa, de az egyik összetevője nyilvánvaló az edző. Ha nincs meg a játékosok, a csapat és az edző között a normális PH, akkor nem lehet normális a teljesítmény se. Tehát neki biztos, hogy vannak érdemei, de majd megint mondom azt, mint szoktam, hogy majd a bajnokság végén osszunk bizonyítványt, addig csak örüljünk annak, hogy minden egyelőre úgy néz ki, hogy jól alakult a Vidi szempontjából az első körben, hiszen tartani tudja a harmadik helyet. Megvannak az új játékosok a posztokra, most már csak bízni kell abban, hogy tudja tartani a Vidi ezt a szintet. Akkor a székfoglalót mondtad, de nem lesz vége még az adásnak, tehát azért még beszélünk róla. Kicsit még hagyjunk sok szót, köszönöm akkor én szépen. Is. Köszönöm szépen. Szervusz, Szilárd! Szia! Gárnácsó. Mindjárt te következő, nyugodjál meg, csatárokról lesz szó továbbra is. Tehát ugye sokat beszélgettünk az előző adásokban arról is, hogy Kodró távozásával ugye elmentek a gólok is valamilyen szempontból, hiszen ő több gólt is szerzett a Vidi színeiben. És azon beszélgettünk, hogy vajon pótolni fogják-e úgymond valamilyen szempontból ezeket a gólokat egy következő csatárral, vagy pedig úgymond oldja meg a csapat ezt a helyzetet, és csapatjátékkal ugye sok góllal, amelyeket esetleg több ember szerez is, esetleg lehet pótolni Kodrót. Most erre nem lesz szükség, hiszen nyilvánvalóan az ő helyére hozták. Mi is hanem, hogy kell kimondani? Köszönöm, nem tudom, hogy kell kimondani, így van leírva. Egyszer megpróbálom én is kimondani, de az a lényeg, hogy gondolt erre a vezetőség, tehát most már egyértelműen kijelenthető a jelekből, hogy gondolt arra a vezetőség, hogy azért a gólokat valamilyen szinten pótolni kellene, hogy jönni fognak, azt meglátjuk szerintem az első mérkőzésen, hogy nem szerzett gólt, senki nem vetheti rá a köveket, hiszen nehéz beilleszkedni a csapatba. Én is azt mondom, amit Balázs is mondott, és amit általában én is szoktam mondani, hogy 3-5 mérkőzés múlva okosabbak leszünk arról, hogy milyen teljesítményre képes. Nyilván ez feltételes módot tudjuk, hogy a sportban főleg utólag már mindig okoskodásnak tűnik. Én
adom egyébként, amit Tomi mondott, hogy Flores nagyon hiányzott. Szerintem egyébként hátulról Gergényi, előről Kodró, hogyha az őszvégi eredményesen játszó vidiből indulunk ki, legalább ennyire hiányzott. Tóth Balást, Kalmárt mondta, szerintem Gergényi volt a harmadik olyan igazolásunk, aki azért nagyon sokat számított, főleg miután átállt erre a három belső védős rendszerre. Mennyien mondták, meg írták, hogy Gergényi csak futni tud, meg bedobni. Bedobni. Igen, tehát, hogy ezt a, és kiderült, hogy Gergényi nem csak ezt a kettőt tudja. De legalább futni, igen. És azt akartam mondani, hogy ez egy ilyen teoretikus feltételezés, hogy ha mondjuk van Flores, vagy Flores helyén egy őt pótolni képes játékos, de nincs Kodró, akkor rúgott volna-e gólt a Vidi, hiszen ne feledkezzünk meg azért Szabó Leviről, akinek a most szlovén fiatal csatár igazolása ide vagy oda, mégiscsak gondolhatjuk, hogy valamelyest felvirat talán a napja, vagy eljön az idő, amikor többet kap lehetőséget bizonyítani, és ő NB1-es szinten azért már egy sokkal rutinosabb csatár, mint az a Tóth Tamás Vid, akinek egyébként gratulálunk a debütálásához. Édesapjával, ráadásul ugye Tomival régóta jóba vagyunk, és hát már csak emiatt is örülünk, hogy a család ilyen nagy sikert könyvelhet el. De hát ő a maga rutintalanságával még Szabó Leventéhez mérten is nem volt elvárható, hogy mondjuk megnyerje a meccset. Ezzel együtt mondom, elől, hátul, középen mindenhol volt egy akkora lyuk a Vidiben, ami nyilván az egyébként nem különösebben erős Zalaegerszeggel szemben is jelentett egy hátrányt. És ezért mondom, vagy kérdezem azt még egyszer, amit az elején föltettem, hogy milyen koncepció mentén látjátok azt, hogy ezt a csapatot próbálják nem csak erre a mostani tavaszra távozó pótlásával befoldozni, hanem akár hosszabb távon milyen reményeink lehetnek. Mert szerintem, és majd mindjárt beszélünk egy kicsit erről a fiatal percekről, meg szabályról, ami eddig nagyon nem került a Fehérvár kapcsán szóba, mint hogyha arra utalnának a jelek, hogy van ez irányba fordulás is. Hát és így ott van Kovács Zoli fia, akit ugye... Most korrekorder éppen a igen. Idei szezonban a legjobb. És ha lehet hinni a híreknek, akkor ugye 250 ezer eurót fizettek érte ugye a Vasasnak. Tehát nem tudom, hogy lehet, ki írta meg. Szóval én szerintem jól néz ki ez a történet, és én a nyáron is azt mondtam, hogy azzal, hogy a főtámogató elment, és itt kongatták a vészharangokat, meg hogy kiürült a kassa, ugye nyáron is igazából akiket hoztak, azok mind beváltak, ugye Bambokot leszámítva, de hát ő is most már csak egy emlék. És most is én azt látom, hogy nem az van, mint korábban, hogy akkor jönnek tényleg ezek a tucat légiósok, vagy nagy hálóval vadásznak és hoznak hat játékost, abból talán kettő beváljuk, hanem hogy van egyfajta odafigyelés arra. Én azt mondom, hogy azért van a Vidi körül olyan ember, aki korábban dolgozott a Vidinél, és most hivatalosan nincs a Vidi kötelékében, sőt, nagy nyugat-európai csapatnál dolgozik. Való Tamásról beszélünk. És szerintem ő segít, hogyha kell. Tehát, hogy ez, nyilván nincs rossz szeme a játékosokhoz. Hát európai tapasztalattal rendelkező scoutról van szó. Ő az egyik közép-kelet-európai scout. Így is néztem tegnap egyébként a Bradford City meccset, hogy a testvércsapatunk mire megy a Cityvel, mert ugye elhangzott ez is, hogy megjelent, hogy lesz majd valamiféle együttműködés, és ennek keretében akár a Brentfordban pallírozódó fiatal játékosok jöhetnének Magyarországra is játszani. Nem tudom, ez nyilván azért még nagyon alakulóban van. De hát ez is azt mutatja, hogy van ilyenfajta elképzelés. Egyébként Gradisára visszatérve még hogyha... Tehát ugye igazolt a Vidi Lionel Messi csapatából is. Ugye, hát bizonyám. Gradisáról meg elmondható, hogy azért egy olyan válogatottban mutatkozott be góllal, ahol egy Benjamin Sesko, az első számú csatár. Vélhetően azért is léphetett pályára, mert Sesko szerintem nem engedte el a Lipcse erre az amerikaiak elleni válogatott mérkőzésre, de Sesko lesz szerintem a következő évek egyik meghatározó közép, vagy európai középcsatára. És azért ott, ahol ilyen játékosokat nevelnek, és azért Sesko is 1,90 fölött van, hát bízunk benne, hogy mi is találtunk valami hasonlót. Érdekes tendencia ez valóban, hiszen Holland is még, hány éves Holland? 23-4? 23, igen. És már olyanokat olvasok, hogy az új Holland.
hogy ki lesz az új Holland, miközben még 10 évig hát egyébként fosni fogja a gólokat a világ legmagasabb szintjén. De hát hogy ez az EM-ire mondták, de ő nem lesz az. Ez a magas erős felépítésű és 190 fölött is a labdával is bánni tudó taktikás érkező csatár, ez most egy ilyen kívánságlista top kategória, európai szinten sem sok klub engedheti meg magának, hogy ilyet találjon, fizessen, vásároljon, mert nincs sok. Nem, így van, nincs is nagyon sok ilyen típusú játékos. Mondjuk speciál pont ugye a Messi csapatából érkezett Stefanelli a másik kategória, mert ő meg inkább tűnik ennek a mozgékony, cselező, lövő... Aguero típusú játékos. Igen, Saviolát emlegetik, ha már Argentina. Saviola, igen. Hát úgy beszélünk itt, mintha meg is lennénk gyakorlatilag. Innen, onnan a legjobbakat összeszedtük. Egy Saviola, egy Holland. Mit akarunk még, érted? És akkor... ez csak egy Saviola. Fogtunk egy sügeret is azért. És, és amikor az alagadda jelölt Fiola majd még visszatér, ugye? Nem, és azért azt szerintem lássuk, hogy nyilván Saviola nem futotta be azt a karriert, amit neki jósoltak előzetesen, és ma már nem biztos, hogy még annyi sót megenne a méreteivel, hiszen tényleg azért az elképesztő, hogy az európai top futballban gyakorlatilag minden poszton ilyen 1.90-es izom kolosszusok szaladgálnak. Kicsit nosztalgiázva gondolok. Szilárd, Zsígér kapcsán emlegette Csicharitót, aki... Igen, de csak... Egyet hasonló alkalmat, hogy nyilván nem az a poszt. Nem az a poszt, nem ennyi, az a poszt. Ennyire azért képben van egy United szurkoló is. Teljesen más miatt emlegettem egyébként. Ugye most akkor rátérhetünk, gondolom azért osztott fel, hogy térjünk rá erre a részére a beszélgetésnek a Zsígér témára, abból a szempontból is, hogy én amikor megnéztem, hogy a VBK fórumot feldobja a Facebook, stb., de nem is csak azért, hanem kíváncsi voltam én is a véleményekre, ugye a szurkolók véleményére, és csak lájkokat, meg szívecskéket kapott ez a nem bejelentés. Nem voltál az ülőin. Nem voltál az ülőin, nyilván. Megfelelő honlapokat kell nézegetni. Igen, csak a kék-piros színű honlapokat nézegettem most, és senki nem volt ellene annak. Még ugye mondták nyilván, hogy jó, akkor most a Fradiból, de hát oké. Még azt is elfogadták, hogy a Fradiból igazoltak. Nem ez volt a probléma, nincs is probléma abban a tekintetben, hogy ugye ő egy csupaszív játékosnak tűnik, egy pozitív karakternek tűnik, olyannak, akit szívesen bevállaltanál a saját csapatodba, mert tudod, hogy akár emberi értéket is hozzá tud adni, tehát egy nagyon szimpatikus ember, egy nagyon szimpatikus játékos. Nem, tehát ez nincs egy probléma. Másik két kollégának van lánya, ha jól tudom, hogy esetleg Zsígér ez a... Igen. Lennék az apósa kategória? Persze, hozhatod őt is, igen, ennyi. És akkor a Csicharitót pedig azért említettem, ha már egy kicsit United-ozzunk is, majd Tomi is biztos hozzászól, hogy... Csicharitózás mindig is utáltam, tehát Javier Hernández, a borsócska, hívjuk így akkor. Tehát azért, mert hogy ki lehet olyan típusú játékos, aki úgy szimpatikus lehet mindenkinek, és nekem elsőre ugrott be, igaz, hogy csatár, de aztán másodikra Kerik is beugrott egy kicsit, aki már középpályás, és azért nyilván őrá is lehet mondani, hogy nem ő volt a legjobb játékosa a Unitedban egyikben sem, de aztán vezetőedző is lett belőle. Tehát én azt hiszem, jó, hogy... de ha már Kerikre mondták azt, hogy nem vetted észre, hogyha a pályán van, azt viszont észrevetted, ha nem nincs. Volt. Így van. Óriási lehet, amikor a United drukkerek otthon vacsoráznak, és akkor a szélel, ez a paprika vörös, mint Skolsz. Ennek meg olyan alakja van, igen, mint Tomininek. Van más is, amire tudsz viszonyítani? Vannak zongoracipelők is, vannak nagyon jó játékosok, de ezért Skolszot nem mertem előhozni. Hát egyébként Zsígér egy mondat még a végére, hogy ott az lesz a kérdés, hogy ő és a lába, hogy mennyit bír majd. Mert egyébként ősszel nem játszott tulajdonképpen annyira keveset, hogyha a meccs számot nézzük. Nyilván nem biztos, hogy már itt az teljes idényt 90 percig végig tud tolni, de lehet, hogy ő majd tud esetleg úgy működni, hogy vagy az első 60 percben, vagy esetleg az utolsó 30-ban tud olyat hozni a pályán. Az biztos, hogy átlövéseket majd lehet tőle várni, mert talán, a talán Floreshez képest az előrejátéka az neki erősebb. Jobb, erősebb, ugyanakkor tényleg Flores, amennyivel fiatalabb, fizikálisabb, és nyilván a sérülés nélkül egy jobban terhelhető játékos volt, neki elsősorban az volt az ereje, hogy mellette például ugye Christensen jobban tudta szervezni a játékot, főleg miután Kalmár Zsolt kiesett, azért erre is szükség volt. Ez az egyensúly, ez tényleg nagyon hiányzott Zalaegerszegen. Egyébként én se érzem azt, hogy Zsígér kapcsán helye lenne bármiféle negatív véleménynek vagy kételkedés, és egyébként is szkeptikus vagyok általában az ilyenfajta szurkolói megnyilvánulásokkal, miért jön ide, innen, onnan, soha ne tegye be a lábát, vagy a mi csatárunk ne menjen el. Láttuk, hogy ma már nem erről szól, Kodrót is elvitte a Ferencváros, Petriák is eljött a Fradiból a Vidibe annak idején, tehát hogy ilyen dolgok történnek.
nyilván különleges. Az, az már nem az a Petriák volt, hogy a rossz nyelvek szerint egy vises Petriákot hozott a vidi. Nem játszott olyan keveset Sigér, hogy amióta, ha nem is Inter, de ilyen internacionalista csapat lett a Ferencváros, mindig mondták, hogy hát hány magyar játszik, és akkor Dibusz mellett ugye nagyjából Sigért lehetett sorolni, aki rendszeresen Sigér, kapott játék lehetőséget. Most kész, biztes. Biztes időként, nyilván Varga. Pászka. Pátka. Nem pátka, van, pászka. Azt akarom mondani, hogy nem messze van. Katona, most állj, igen, hogy a Tóth Alex állt le. Tóth Alex, ugye? Igen. Na jó, azért nem beszélünk a Ferencvárosról. Vagy, bocsánat. De nekem a kérdés Sigér kapcsán, hogy elég lesz-e az majd, hogyha, ahogy te mondtad, hogy vagy a meccs eleje, vagy a második harmada, vagy az utolsó 30 perc, hiszen ő ez egy olyan pozíció, ahol egész mérkőzésen pont a támadás és védekezés közti egyensúly és átmenet miatt azért szükség van egy stabil jó teljesítményre, de akkor megint feloszthatjuk, hogy akár Pető Milán, akár valaki előrépve a második sorból esetleg tudja Florest pótolni, aki egy megbízható, szimpatikus játékos volt, de azért őt se nevezném a Vidi valaha volt legjobb légiósának, tehát nyilván ebben a rendszerben kell megtalálni azt, aki ezt a feladatot el tudja végezni. Hát keresnek még ebben az átigazolási szezonban, vannak tárgyalások, én úgy tudom, még szűrővel vagy szűrőkkel. De még nem engedték el ezt a Dobson kérdéssel, ahol ott utolsó pillanatban történt valami kis baki, nem a Vidi és a Charlton között, hanem a menedzserrel van állítólag probléma, tehát hogy vele nem tudtak egyelőre még dűlőre jutni, de hát miután az angol átigazolási időszak már lejárt, ugye ez már csak úgy oldható meg, ha a Charlton szerződést bont a Dobsonnal, és akkor azt mondják, hogy jó. Nem, mi hozhatjuk, a... ők nem tudnak a helyére vinni, ugye ez a... Ez is igaz, igen. Ez a probléma. Tehát még ez sincs bezárva, mert én jól belástam magam Dobsonba is, hogy nézegettem videókat, amit lehet róla találni, láttam egy marha nagy gólt, amit rugott ballal valakinek, hogy 5 évente egyszer sül el a lába, de akkor most elsült, mert a lábtartásból látszott, hogy az mindegy, csak úgy belerúgtam egy jó nagyot, aztán legyen valami, jól beakadt a jobb felsőbe. Tehát ő kb. Egyébként ugyanazt a küzdőszellemet hozza, mint Flores, hasonló a stílusuk tényleg rendkívüli módon, és nem ismerek elveszett labdát, oda csúszik, oda mászik, és imádják a szurkolók, mert ugye a csapatkapitány 1000 éve ott van. Tehát jól működik a Vidinek ez a játékos nézőhálózata most valószínűleg. Lehet, hogy a Balognak ugye ehhez van némi köze, hogy Angliában pecázik most, hogy próbál a Vidi. Úgyhogy ha ez a srác megvan, én azt gondolom, akkor nagyon rendben lehet a Vidi szűrőposzton. Ha nincs, akkor meg még várjuk mindig ki azt a február 14-ig eltelő néhány napot, hogy mit lehet még a zavarosban, vagy a kevésbé zavarosban halászni, mert lehetett hallani fiatal magyar utánpótlás válogatottról, akivel tárgyaltak, aztán az is úgy elhalványult, volt ez a bedobott kicsit kamúnak ígérkező Haratyin szál, hogy nem adjon a Haratyin vissza Magyarország és a Vidibe, de ott is inkább a menedzser akart egy kicsit slófolni a játékost már előre, hogy na majd legyen valami nagyobb szabású kérője, aki több pénzt ad érte, de hát ismerjük ezt, hiszen van bolgár játékos is, román is, akit már 3 éve Vidivel összeparentálnak minden évben. Hát ezeket mit elfelejti ki. Az ember, mire elkezdődik az első úgy, meccs. Még a keret, és ebben az érdekes, amiről szintén beszéltünk már, meg nyilván fogunk is, hogy meg amikor a koncepcióról is, hogy továbbra sincs ugye sportigazgatója a csapatnak, de egyre inkább úgy tűnik nekem, például ha abból indulok ki, hogy ugye Stefan Elik Zselák játékosa volt Svédországban, vagy abból indulok ki, hogy milyen posztokon távoztak és oda célirányos, ahogyan érkeztek, hogy talán az a modell valósul itt meg, hogy a vezetőedzőnek erősen beleszólása van a dolgokban. Ez egy jó scout hálózattal megtámogatva, tehát szakmailag jelen pillanatban nem hiszem, hogy bárki más rábólinthat ezekre a dolgokra, mert nyilván nem az ügyvezető igazgató vagy a tulajdonos fogja eldönteni, hogy ki illik bele egy csapatmodellbe. Azért mondom, hogy ha megnézzük a nyári igazolásokat is, és tényleg a télieket még nem lehet minősíteni, de ha a nyáriakat megnézzük, az szerintem az elmúlt éveknek a legjobb átigazolási időszaka volt. Szerintem árértékarányban is, meg abban a tekintetben is, hogy kik hogyan váltak be. Bambok kivételében. Valóban Bambok az egyetlen. Nagyon merülős is volt. Jó, én attól félek, hogy a görögök 2 hét után visszaküldik, tehát lassan lejár a 2 hét, mert látják, hát, hogy mire vagy képes. Vagy kiderül, hogy milyen jó, csak hát, hogy Vidiben nem mondj, könnyű beférni, ugye. Akkor nagyon félre ismertem. Annak idején ezt mindig elmondjuk, hogy ugye Ferguson is igazolt a hajléktalan válogatottból, tehát neki se jó, jött hát minden.
De hát a felzárkóztatással, az érzékenyítő felzárkóztatással, többi meg Sigerrel kapcsolatban akartam egyébként annyit mondani, hogy ugye miért igazoltuk, hogy igazoltuk, mi volt a módja, stb. Története, nyilván nem véletlenül, és biztos, hogy konkrét cél van vele, konkrét terv van vele, megvan, hogy hova kell a zseláknak a csapatba, tehát nem azért, mert hogy éppen elérhető volt, és akkor jaj, de jó lesz nekünk. Na jó, hát megvárjuk akkor ezt a néhány mérkőzést, de mit mondhatok, hogy Kisvárdán azért megszerzi első tavaszi pontját a Vidi? Na, kemény lesz. Szerintem, ha Wellingtont kérdezzük, akkor nem. Mekkora az itt, Wellington, nem, én nem tudom, én először azt hittem mindig, hogy ilyen elütés. Olvasom a címeket, hét, hogy Wellington nem megérkezett. Mondom, nem megérkezett, nem érkezett meg. És akkor Wellington mi a hír abban, hogy nem érkezett meg? De kiderült, hogy ez a neve, hogy Wellington nem. Nagyon jó. Még sokszor fogjuk olvasni ezt a címet, hogy Wellington nem. Nem véletlenül nem igazolta senki Magyarország. Marketing fogásnak jó, de remélem és egyébként, hogy meg lesz végre Vidinek az de Somo mindig mondani. Abban reménykedtük, hogy Kaka Pizába igazol, mert azért az egy jó, jó kinéző cím lett volna. Jó, hát meglátjuk, és nyilván nagyon sokszor lesz még téma a Vidi, remélhetőleg alapvetően pozitívan. Ha most azt a vonalat viszem tovább a műsorban, hogy egy klub erősítésekben, játékos politikában megnyilvánuló koncepciója, akkor ide hozható, ráadásul nagyon keveset beszéltünk ebben a szezonban még a fehérvári női kézisekről, érdemtelenül egyébként, hiszen ők is játsszák maguk meccseit, jelen pillanatban a hetedik helyen áll ugye az Alba-Fehérvár KC a női bajnokságban, mégpedig úgy egyébként, hogy a legutóbbi hét meccsén szerezte azt a 10 pontot, amivel ezt a pozíciót elfoglalja. Most ebben a hét meccsből egyébként valójában 9 volt, de hát az Eto és a Fradi elleni meccset kivette, mert ott reálisan szerintem egyetlen magyar csapat sem tehető mérlegre. Szóval, hogy úgy tűnik, hogy azért összeállt valami, ami ahhoz a középmezőnyhöz, amit úgy nagyjából reálisan várunk a csapattól, elég lehet. Most egy sajtótájékoztató keretében ugye már arról beszéltek, hogy kik azok, akik meghosszabbították a szerződésüket, kik az, akiknél ez nem valósulhat meg, mert nem akarnak maradni, illetve hogy milyen további lépések várhatók. Ebből számomra egyébként ami érdekes, hogy van olyan játékos, aki nem akar itt maradni Fehérváron, ugye most Besser Borbála kapcsán, aki úgy tudom, főleg a védekezésben azért elég erős oszlopa ennek a csapatnak. Bár ugye sérült. Igen, tehát hogy ennek alapvetően az-e az oka, amit mikor itt van velünk mondjuk Jimmy, ugye Balázs Imre klubelnök, azért sokszor beszélünk róla, hogy abban a hihetetlen árversenyben, ami van most a magyar női kézilabdában, és ahol nem csak a Fradi és az Eto szintjén olykor európai szinten csemegézgetnek elég nagy fizetésekkel játékosokat klubok, ebből a Fehérvár nem kíván belemenni. Tehát én azt gyanítom, hogy amikor itt valaki letesz valami stabil jó teljesítményt, akkor biztos, hogy kap egy olyan ajánlatot az Albánál magasabb szintről. Lásd Töpfner. Igen, amire nem akarja azt mondani, hogy most még azt a néhány évemet, ami van a kézilabdában, azt miért ne tölteném ilyen helyen. A kérdés az, hogy ebben az ellenszélben, ebben az áramlásban, hogy tud megmaradni egy olyan csapat, amelyik szeretne az utánpótlásra építeni, vagy felépíteni játékosokat. Igazából én ezért tudok nagyon szurkolni ennek a fehérvári projektnek, még hogyha nem is olyan él zászlósai is a fehérvári sportnak. Az a baj a magyar női kézilabdával, hogy eljutott arra a szintre, mint a magyar férfi kosárlabda. Azt hittem a vízilabdát mondom. Tehát, hogy jelenleg ott tart a magyar női kézilabda bajnokság, hogy az a néhány jó játékos, aki mondjuk hozzá tud tenni és magyar, az horrorisztikus pénzeket tud elkérni. Talán több van azért belőlük, mint kosárlabdában a férfiben legalábbis. Picivel, de sajnos ez a tendencia kicsit jelen pillanatban, hogy tényleg akár a padra is veszel magyart, mert ki kell állítani azt a mennyiségű játékost, akikkel el tudsz kezdeni egy mérkőzést. De tényleg kísérteties nekem ez az érzés, mint tényleg a kosárlabdában, hogy van az a néhány játékos, az letolatja a gatyát kis túlzással a klubelnökkel, csak hogy legyen magyar játékosod. Mert amúgy meg nem tudsz izét, tehát amúgy meg külföldi tudsz, akit meg nem biztos, hogy akarsz, meg az is drága, szóval nem egyszerű a képlet. Egyébként a sajtótájékoztatón, ugye Horváth Roland vezetőedző az első pár percben, amellett, hogy elmondta, hogy összességében örül, hogy a csapat összeáll, pont erről beszélt, hogy nagyon-nagyon nehéz magyar játékos, egy jó magyar játékos, meg pláne igazolni, mert nincs, kevés van. És óriási a szakadék a top 3 csapat
és az utána levők között, és óriási a szakadék az NB1 és az NB1B között. Tehát már nincs az, hogy az NB1B-ben valaki lő 160 gólt, fölhozod, és nem 160-at lő majd, hanem csak 80-at, nem. Lehet, hogy gólt sem fog dobni kis túlzással. Tehát, hogy van baj rendesen szerintem a magyar női kézilabdával, és ezért lesz veszélyes szerintem az az olimpiai selejtező torna, ami nyilván mindenki szurkol, én magam is, hogy kijussunk az olimpiára, és esetleg az olimpián mondjuk egy ötödik helyet megcsípsz, és azt mondod, hogy olimpiai ötödik a magyar női kézilabda válogatott, és akkor minden rendben van, és nem. És tehát akármit ez a válogatott lehet olimpiai bajnok is, akkor is látni kell, hogy nincs rendben a magyar női kézilabda, és az, ami a férfiaknál mondjuk egy jó pár évvel ezelőtt probléma volt, hogy így nézted távcsővel, hogy hol vannak a fiatalok, és ahol van a jövő válogatottja, az most talán látszik a férfiaknál, hogy azért vannak szép számmal fiatalok, akik a válogatottnál szóba kerülnek, az a nőinél most jelen pillanatban nincs, pedig hát néhány évvel ezelőtt még itt a juniorok meg az ifik ugye egymás után nyerték a világversenyeket. Hát és egy kicsivel több, mint néhány évvel ezelőtt pedig, amikor nyilván még a feltételek kicsit talán mostanábbak voltak, de mégiscsak ugye azon kívül, hogy olimpiai, meg világbajnoki ezüstérmes, meg Európa bajnok volt a magyar női kézilabda válogatott, abban a csapatban itthon magyar klubokban játszó, és magyar klubbal adott esetben bajnokok ligáját nyerő magyar játékosok játszottak, mert oké, hogy Radulovics otthonosítani kellett, de azért őt is már magyarnak tekintettük, de abban a Dunaferben, abban a régi Győrben, vagy akár a Fradiban, Kökénybeáék idejében lámpással kellett a légióst keresni. Tehát olyan magyar szintű, európai szintű játékosaink voltak. Nyilván a kézilabda is sokat változott, nyilván globalizálódott, és ma már a konkurencia is más, de ez valóban nekem is fájó pont, hogy egy imádnivaló, sikeres és magyar játékosokkal teli sport volt. Most azt látjuk, hogy most már nem csak a Győrben, hanem a Fradiban is ugye raklapszám teszik le az egyébként Európa klasszis légiósokat, nyilván óriási pénzekért, többiek meg kaparnak, hogy ahogy Tomi mondja, azt a 10 mondjuk válogatott szinten is számításba vehető játékost elosszák maguk között. Ugye csak annyi, hogy hozzáfűzve a kérdéset, ez, hogy maradhat meg a csapat ebben az ellenszélben, stb. Úgyhogy ezzel a vezetőedző pontosan tisztában van, ugye a leírtakból is kiderül, hogy ezt nyilatkozta. És ő is mondta, hogy sajnos magyarokat már az Tomi által említett helyzet miatt nem lehet igazolni, tehát külföldiekhez kell nyúlni. Ha valaki tisztában van azzal, hogy milyen helyzetben van, és ő ezt ki is mondja, ez nagyon becsülendő, és akkor így fog dolgozni, tehát ez az egyetlen megoldás. Ami jó hír, bocsánat, hogy azért az is elhangzott, hogy azért van 2-3 olyan játékos az FKC vagy Alba Fehérvár KC utánpótlásában, hát igen, akiket, ez a másik akiket már most nézeget az edző, és a következő szezonban akár be lehet őket építeni. Így van, és ugye itt volt Utasi Linda volt például az egyik érintett ebben a sajtótájékoztató, ezen a sajtótájékoztatón, aki abszolút saját nevelés, most már az NB1-ben egy nagyon stabil, meghatározó játékos a klubnak, mert tényleg, amikor arról beszélünk, hogy nincs magyar játékos, drága, a légiós is drága, akkor nyilván a harmadik lehetőség, hogyha van saját nevelésed. No, én 1998-tól 2003-ig dolgoztam. Ennyi műsoridőnk már nincs. Ebben a sportágban. csak röviden, pont abban az időszakban töltöttem el ügyvezetőként, meg egyéb vezetőként Fehérváron, Budapesten két klubnál nem kevés időszakot. Valakinek nagyon kevés az 5 év, nekem valamilyen tekintetben borzasztó sok volt. A lényeg az, hogy azért beleláttam a szövetség működésében is, valamelyest a csapatokéba is, meg ebbe az egész háttérbe. Tehát akkor voltak a magyar kézilabdának ugye emblematikus kiváló játékosai, akiket te is említettél, Radulovics és a többi, Balogbe, a Sugár Timi, Farkas. Tehát tényleg rengeteg klasszisa volt a magyar kézilabdának. Kulcsár Anita. Kulcsár Anita, igen, Kulcsár Anita. És akkor gyakorlatilag el voltunk kényeztetve olimpiai ezüstérem, világbajnoki ezüstérem, már mind a kettő aranynak nézett ki nagyon sokáig, nagyon mérgesek is voltunk emiatt, hogy aztán ezek elmaradtak. Tehát akkoriban viszont, itt most Fehérvárra átfordítva a dolgokat, gyakorlatilag nem is létezett utánpótlás. Tehát Csákváron volt egy csoport, ahonnan hoztak be néha ügyes gyerekeket, és aztán Csenkiné Zsuzsa érkezett le a fővárosból Fehérvárra, abban az időben, és a Zsuzsa, aki... A lánya is egy jó kis irányító volt. Így van, a Zsuzsa lánya, a Judit, és
ő volt az, aki gyakorlatilag elkezdte valamilyen szinten rendszerbe szervezni ezt az utánpótlást. Isten nyugosztalja Zsuzsát, nagyon szerettem utolsó napjaiban is, még beszéltem vele, és nagyon jó életkedvel nyilatkozott még a jövőről annak idején. Ő egyébként ugye világbajnok játékos, az első magyar női válogatottnak, világbajnok válogatottnak volt a játékosa. Szóval ő kezdte ezt itt megalapítani, normálisan ezt az utánpótlást összerendezni, és ma már ott tartunk, hogy tényleg vannak tehetségek, saját nevelésűek, utasi és a többi. Tehát most azért van minek örülni, és azt gondolom, hogy ez tényleg valamelyest jobb út, hogy nem összegyűjtünk, mint akkor volt egy csomó jó játékos itt az Albában, akik ugye ennek az ezüstérmes generációnak a tagjai voltak. Deliri, tehát ne felejtsem el, aki ugye edző is volt itt. És tényleg nagyon, nagyon jó játékosok voltak, de azért nekik nem Fehérvár volt a bázisuk, meg az otthonuk, meg nem itt nevelkedtek. Tehát én azt gondolom, hogy a jövőt tekintve ez az irány jó. Az, hogy most hetedik a csapat, hetedik, vannak váratlan vereségek, vannak, lesznek is, de ezen az úton tovább én azt gondolom, hogy egy jó fiatal bázisra építve lehet megint egy olyan csapat az Albának, ami mint régen volt negyedik, ötödik, csak akkor sztárokkal lett negyedik, ötödik, és mindenki azt mondta, hogy miért nem tud a dobogóra férni, így meg lehet egy olyan negyedik, ötödik helyezett csapat, amire azt mondjuk, hogy ez igen fiatalokkal. Hát csak az, még annyi, hogy azt azért nem szabad szerintem szem elől téveszteni, amikor a fiatalokról beszélünk, hogy oké, vannak fiatal játékosok, akiket az Alba nevel ki, de azért a válogatottságig maximum korosztályos szinten jutottak el az elmúlt években, ami most nem azt mondom, hogy óriási tragédia, de hogy azért szerintem egy Fehérvár szintű klubból lehet, hogy mondjuk 2-3 évente ki kéne jönni egy olyan utánpótlás, vagy mondjuk 5 évente egy olyan utánpótlás játékosnak, aki mondjuk a válogatott ajtaján dörömből, és akkor egy idő után mondjuk stabil válogatott tud lenni, és mondjuk előbb-utóbb a Ferencváros vagy a Győr is érdeklődik iránta. Nem biztos, hogy ott fog játszani, maximum a szélen, Győrben kiváltképpen. Úgy örülök, hogy te mondod ki ezeket a dolgokat, mert most már nincs rá adásidő, de olyan szépen belemehetnénk abba, hogy tehát amikor arról beszélünk, hogy nincs elég magyar tehetség, vagy akár Fehérváron, akár az egész magyar kézilabdában, vagy a kosárlabdában, vagy beszélhetnénk másokról, akkor tényleg nyilván ott van ez az ellentmondás, hogy hát közben soha ennyire komoly infrastruktúrális anyagi megbecsült körülmények között de nem azt sem felejtsük el, hogy soha ekkora konkurenciája nem volt most a hazai viszonyokról beszélünk, hogy milyen tehetségek jönnek fel. De soha ekkora konkurenciája a hazai sportnak sem volt, mint ma, ami el tud téríteni a sport irányából téged. Ez így van, ez egyébként igaz. Tehát ma sokkal könnyebb youtuberként kis túlzással pénzt keresni és egzisztenciát csinálni, mint lemenni és mondjuk naponta 2x4 órát úszni. Hát az annál minden nehezebb, persze, vagy minden könnyebb, mint 2x4 órát úszni, ez biztos, sőt, ugyanezt a labdajátékokra is lefordíthatjuk, ezzel együtt szerintem youtuberből is 100-ból 1 lesz millió most, tehát azért nem annyira rózsás ott sem most a helyzet. Ez egy kisarkított, de nagyon, igen. Tehát ezt lássuk be, tényleg. A másik pedig, amit Balázs mondott, annak a relativitására mutat rá, hogy most mondhatjuk mi, hogy bár a Debrecen összevásárolhat, meg még néhány éve a Siófok, meg a Fradit Győrt hagyjuk is. Hát Fehérváron is volt olyan időszak, más kapitalizmus volt, más gazdasági viszonyok, és nyilván a Cornexi cég, vagy előtte a Cerbona nem olyan nagyságrendel volt benne a sportban, mint most az Audi, vagy a nem tudom, a Debrecenek a támogatói, de tény és való, hogy a világválogatott kapus Farkas Ágitól, Siti Beán keresztül, Németh Helga, Delirita, világválogatott, világklasszis játékosokat vásárolhatott össze a Kunos Csaba vezette Cornexi, és nyerhetett vele ugye EHF kupát, ami az egész fehérvári sport egyik legnagyobb dicsősége a mai napig. Akkor nyilván nem fanyalogtunk volna azon, hogy hát nincsenek magyar, de megvettük őket, és akkor itt volt a jó csapat. Most egy kicsit jobban örülünk, ha feltűnik egy magyar fiatal. Azt is egyébként fontos tudni, hogy nyilván addig itt nem lesz komoly cél a nemzetközi kupaindulás, és ezt ugye Balázs Imre már többször elmondta, amíg nincs a nemzetközi kupainduláshoz megfelelő létesítménye a klubnak, mert addig tehát teljesen fölösleges. Repülőgép hangárban máshol nem játszanak Európában szerintem, hogy tulajdonképpen még mindig az jut eszembe a régi köfémcsarnokban. Nyilván ez köfémcsarnokban ebben a formájában többet nemzetközi kupamecs nem lesz. Csak ha vagy ezt átépítik, vagy lesz egy új csarnok.
Hát a meglátjuk. A jó lesz a nagyobb meccsekre ott is. Először ki kell harcolni nyilván ennek lehetőségét. Na jó, hát ha már Alba arénáztál egyet itt, bár nem kértem, de tulajdonképpen tök jó átkötés. Az utolsó csak 5 percben beszéljünk kicsit a hokisokról. Nyomtattam egy segédanyagot, de nem elég számban, úgyhogy adjátok tovább. Jó, a táblázat, volán bejutott a play-offba. A táblázat van rajta, és erről akartam beszélni. Ugye most válogatott szünet van, úgyhogy pillanatilag éppen amúgy is beállt egy kicsit ez a táblázat. Most már matematikailag biztos, hogy a Volán ott lesz a playoffban. Nem tudom, hogy ennyire korán az alapszakasz vége előtt 5 meccsel valaha kiharcolta-e. A pontrekord is megvan, hiszen soha nem szerzett a Fehérvár alapszakaszban ennyi pontot, és még ugye hozzátehető. Tehát a harmadik hely is biztosra vehető minimum. Mert hát jelen pillanatban ugye úgy áll a helyzet, hogy 93 pontja van a Klagenfurtnak, egy meccsen játszott többet, mint a Fehérvár, és 85 a miénknek. Ezt az egy meccset egyébként, hogyha bepótolja Volán is adott esetben megnyeri, akkor is még Klagenfurtba el kell menni. Tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül nem olyan rossz hely az. Sőt, most jön majd a válogatott szünet után rögtön a Klagenfurt. Legtöbb ideig ugye ott nem nyertünk meccset az osztrák ligában, aztán egy idő után meg elkezdtünk rutinszerűen nyerni Klagenfurtba, de ez az idei Klagenfurt, ez tényleg rettenetesen erős. Viszont az Augsburg az akár így, hogy vesztett pontok tekintetében jelenleg 6 talán jobban a Volán, meg is előzhető, vagy tartható magunk mögött. Bevallom őszintén, ez a második hely, ez még mindig ez a hihetetlen kategória, főleg belegondol, vagyunk, hogy lejjebb néz az ember a táblázaton, és akkor hát akkor kit szeretnénk, és akkor lehet csemegézni adott esetben az alapszakasz végén a rájátszásra. Hát meg azt, hogy szerintem, hogyha néhány évvel ezelőtt azt mondtad volna, hogy itt majd lesz egy ilyen szezon, amikor tényleg csak a tabella tetejét kellett nézegetni, és azt mondod hozzá, hogy igen, lesz egy ilyen szezon, lehet, akkor is vakargatod a fejed, de azt mondod, hogy persze benne van, de hogy ezt egy magyar edzővel csinálod meg, az szerintem nagyon kevesen hitték volna el. Elképesztően és nyilván egyébként az meg a klubnak a bevállalósága is kellett hozzá, nyilván ismerik Kis Dávidot, meg tényleg Dávid egy hülyén hangzik, de egy fölépített projekt a klubon belül, de kellett ez a fajta bevállalóság is, hogy eleve egyszer megfogalmazzák, hogy cél legyen, hogy magyar edző, a másik meg, hogy nyáron, amikor Konstantin bedobta a törülközőt, akkor le is tették rögtön a voksot Kis Dávid mellett. Hát előre hozták a projektet egy évvel. Igen, de hogy én mondom, eleve az, hogy ez egy elképzelés egy nemzetközi ligában játszó magyar csapatnál, főleg jégkorongban, ahol azért látjuk, hogy tudjuk használni az importot, és szoktuk is ott azt mondani, hogy akkor tényleg ez egy cél, és látszik, hogy működik. Hát és ugye a Magyar Kupát is nyert a Magyar Kupát. Ez a fontos, én szerintem a Dudu személyénél, hogy ő valahogy át tudta adni a játékosoknak azt az információt, amit az elődeinek annyira nem sikerült, nem csak a légiósoknak, a magyaroknak is, hogy gyerekek, ez nekünk fontos ez a Magyar Kupa, húzzuk már be. Behúzták, nagyon magabiztosan. Igen, fejben van együtt a csapat. Múlt héten erről már beszéltünk, és utána volt a Bajnokok Városában Benki is. Dávid egyébként elképesztően szerényen és normálisan viseli a sikert, illetve ennek a szezonnak a nem várt eredményeit. A Salzburg, ugye Magyar Kupa után 2 nappal el kellett utazniuk Salzburgba, először 5 év óta sikerült nyerni, hazajöttek, és másnap reggel, tehát gyakorlatilag mondta, hogy nulla alvással jött be a stúdióba, kértük, hogy jöjjön be, és aztán el is mondta valóban, hogy hát nyilván tudták, hogy mit jelent a Magyar Kupa. Ami számomra érdekes volt, említette Tomi, hogy ugye Konstantin váratlan lelépése miatt egy ilyen hirtelen helyzetbe kellett őt kinevezni, és most is azt mondja egyébként Dudu, hogy éppen emiatt alapvetően ők nem nyúltak bele a csapat rendszerébe, mert nem volt rá elég idő, és a mai napig tulajdonképpen nyilván itt-ott kicsit módosítgatva, de azt játsszák, amit korábban is játszott a csapat, és neki már megvannak az elképzelései, hogy a következő szezonra, mert majd most jön egy olyan felkészülés, amit ő csinálhat végig a kerettel, tehát még az is lehet, hogy akár ezen még lehet majd csiszolni, meg javítani. Addig meg hát reméljük, hogy egy jó rájátszás fog összejönni. Azt azért a játékosok elmondják, hogy azért van változás abban, tehát hogy azért nem egyértelmű, nem 100%-ig ez a konstantini játék van, hanem bizonyos helyzetekben több szabadságot kaptak Kis Dávidtól. Olyan, mint a csapatról, ő levette volna a bizonyos terheket. Felszabadult abban a légkör, ez egyértelmű. Igen, és hát ha a magyar vezetőedzőről beszélünk, akkor ugye a kanadai táblázatra nézve látjuk, hogy magyar játékosok is alaposan kiveszik a részüket.
még amikor a sérülések miatt be kellett emelni, vagy át kellett variálni sorokat, akkor is jól sült el, tehát ez tényleg eddig egy ilyen szerencsés csillagzat, de hát a nagy kérdések majd a rájátszásban dőlnek el. Ott inkább, ha már a kézilabda kapcsán szóba került a válogatott és az utánpótlás, akkor itt a jégkoron kapcsán is inkább a válogatottat kell most inkább félteni, hiszen azért az előző világbajnokság után mondták le rutinos játékosok a válogatottságot, ugye azt tudjuk, hogy például Bartal is sem utazik majd Bolzánóba a divízió egyperás világbajnokságra, és jelen pillanatban nem látszik az a generáció, ami mondjuk Erdély Csanádék voltak, hogy az ember már vágyta őket be a válogatottba, és aztán tulajdonképpen ők ugye meghatározó tagjai lettek, vagy hát legalábbis Csanád, és ugye még jó néhányan a magyar válogatottnak, most ott is van egy pici szakadék, és én azért hallottam olyan véleményeket, hogy azért nagyon kell az arra is vigyázni, hogy ez a divízió egyperás tagság, ez megmaradjon. Hát ezzel majd izgulunk akkor, amikor elérkezik ennek ugye áprilisban az ideje, addig pedig még remélhetőleg sok szép és jó meccset látunk, és beszélhetünk majd a Volán kapcsán. Most ennyi fért a mai adásba, köszönöm szépen, hogy Garnacho, eljöttetek. Garnacho. Egyszerűen tényleg csinálunk egy United külön kiadást. Nem tudom, kit kell még rajtatok kívül meghívni. A Bauer Tibit, mert Liverpool szurkol, hogy legyen egy ellenpont is a stúdióban. A vörös és a vörös ördögök, igaz? Igen. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.